dobozot, mint Zuckerberg. Nagyon. Hát lehet, hogy okosabb vagyok, nem gondolja? Sziasztok! Mivel azt látjuk, hogy egyre jobban szeretitek a videós tartalmakat, ezért most elkezdünk egy új formátummal kísérletezni, aminek az lesz a lényege, hogy egy rövid videós anyagban megpróbáljuk nektek elmesélni bizonyos cikkeink lényegét. Ez az első rész, és hát kivel mással kezdenénk, mint Mészáros Lőrinccel. Mészáros Lőrincet gondolom mindenki ismeri. Aki nem, annak elmondjuk, hogy ő az, aki nem Orbán Viktor strómanja. Legalábbis ő ezt állítja magáról. Hogy lennék én Orbán Viktor strómanja? Bár ezt nagyon kevesen hiszik el neki. Tehát semmi köze annak, hogy Orbán Viktor a barátja és ő a miniszterelnök ahhoz, hogy ő nem érti. Mészáros Lőrinc 2011 óta indul állami közbeszerzéseken. Azóta a fő cégével, a Mészáros és Mészáros Kft-vel összesen 491 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert meg. Ennek hála, vagy hát többek között ennek hála, mára az ország második leggazdagabb emberévé vált. Ezt tehát, hogy megküzdenek, megharcolnak minden egyes munkáért, 2014-ben mondta az RTL híradónak. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon mekkora lehetett ez a harc, ezért fogtuk a közbeszerzési értesítőt, és átnéztük, hogy hány olyan közbeszerzés volt, amelyen a Mészáros és Mészáros Kft., illetve Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége, a Fejér BAL ZRT elindult, de nem nyert. A Fejér BAL ZRT 2015 júniusában alapult meg. Az első milliárdos közbeszerzésükre 2016-ig kellett várni. Nemzeti Lovarda épületéhez sétálok éppen. A Nemzeti Lovarda épületét kellett újjáépíteniük. Hát lássuk. Ez egy 2,5 milliárd forintos szerződés. Hát ilyen lett. Nemzeti Lovarda épülete. És innen már nem volt megállás. Számításaink szerint a cég az elmúlt 3 évben egyedül, illetve konzorciumban 70 milliárd forint értékű közbeszerzést nyert meg. Ugye mi van a mérleg másik oldalán, a vesztes pályázatok oldalán? Hát nem sok minden, összesen 2 darab közbeszerzés, ezek összértéke 255 millió forint. Yeah. Mészáros Lőrincnél egy kicsit más arányok jöttek ki. A Mészáros és Mészáros Kft. Összesen több mint 600 milliárd forint értékű közbeszerzésen indult el, ebből mintegy 150 milliárd forintnyit nem nyert meg. Összességében tehát van a Fejér BAL ZRT Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége, ami egyszerűen nem tud veszíteni. És hát akkor ott van Mészáros Lőrinc, ki azért viszonylag sokszor vesztett, de hát a pozitív oldalon meg ott van egy majdnem 500 milliárd forintnyi megnyert közbeszerzés, ami miatt azért hát nem nagyon kell szomorúnak lennie. Mészáros Lőrinc az ön strómanja, vagy nem a strómanja? Erre az egyszerű kérdésre várok öntől választ, miniszterelnök úr. Egyszerű kérdésre egyszerű választ tudok adni. Sose volt, sosem lesz, most sincsen semmilyen strómanom. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Thank you.